Már az is rendhagyó volt, hogy az idén nem a megszokott módon, tehát nem salgótarjánban kezdődött a rally szezon, és egészen újszerű volt a rendezők azon elgondolása is, hogy minden csinnadrata nélkül startolt a mezőny a MOL Salgó Rally nyitónapján. Vagyis nem volt rajdobogó, egy útszéli parkolóban gyülekeztek az indulók, több mint 80 páros, és innét indultak az első napi két gyorsasághoz, a rossz emlékű kisterenyei pályához. Versenyautóval futsz elől, lehet, hogy a következő állomás már egy versenyautó lesz, és rajtszámmal? Hát ez olyan, hogy a dobogóra se lehet rögtön a legtetejére állni. Reméljük, hogy az idén még egy igazi versenyautóval fognak minket meglepni, de én szerintem ez is sokkal jobb, mint a pályaszélén állni és kritizálni a többieket. Itt élünk a raliba, gyakorolunk, és egyre jobb autóval. Reméljük, ennél jobb lesz. Azt hiszem, ha valamivel, akkor ezzel az Evo 3-as Lancerrel az indultak még kategóriából feljebb lehet kerülni. Igen, hát bízom benne, hogy ez az autó ismét a Zen csoport élmezőnyébe fog röpíteni bennünket. Nagyon szeretnénk ugyanúgy, ahogy a korábbi éveken megszokták jól szerepelni. Bízom benne, hogy ha megtanuljuk ezt az autót, sikerülni is fog. Azok után, hogy csak néhány kilométert mentetek az Ás Mazdával, és tudva azt, hogy tavaly ti nyertetek Salgótarjánban, vajon lehet-e ismételni ismét a Salgó Rallyn? Tulajdonképpen ez, én úgy gondolom, bárki is nyeri a Salgó Rallyt. Egy ismétlés minden esetben egy komoly feladat. Én úgy gondolom, mi tettünk lépéseket azért, hogy esetleg sanszot adjunk magunknak arra, hogy meg tudjuk ismételni. Én úgy gondolom, hogy ennek még nem okvetlen van itt az ideje, de a felkészülésünkben természetesen a célunk az volt, hogy megpróbáljunk nyerni. Mennyivel vagy most nyugodtabb, mint voltál néhány héttel ezelőtt a szezonnyitón? Igazán nem vagyok nyugodtabb, mert néhány apró igazítást még el kellett volna végezni az autón, elektronikáján kellett volna állítani, ezt nem sikerült összehoznunk. Így aztán bár nyugodtnak kéne lennem, mert úgy gondolom, hogy az ellenfeleknek kell most inkább sietniük, mégse vagyok teljesen nyugodt, de reménykedem. Én nagyon szeretnék végre már a célba érni, mert az elmúlt négy versenyen ez nem sikerült, és hát az elmúlt szép évek, szép sikerek után most egy elég kudarcos periódusban vagyunk, de hát én úgy gondolom, minden rossznak egyszer vége szakad. Megpróbálunk a legkevesebb problémával versenyezni, ehhez természetesen kell az autó is, ami az utóbbi időben, ahogy mondtam, nem igazából volt társunk. De hát én nagyon hiszek abban, hogy most a MOL RT jóvoltából, és hát nem utolsó sorban Mauro Nocentini úr jóvoltából egy igazi jó versenyautóba ülhetünk, és akkor én azt hiszem, hogy hát a dobogóra mindenképpen szeretnénk feltapasztalni. Megjavították az autót, tökéletes, egy-két új alkatrészt beletettek, jó nagy alkatrészt, és azt mondják, hogy jó. Mennyi időtök volt egyáltalán kipróbálni? Sikerült-e menni vele néhány kilométert? A szokásos, ez a 5-10 kilométer. Mentünk az autóval a Parácsesvári hegyi pályán. Kedvező benyomást tett ránk az autó. Teljesen fölösleges az elmúlt évek versenyeiből is bármiféle, az eredmény szempontjából bármilyen következtetést levonni. Persze a versenyzésből le lehet vonni a következtetést, ezt minden verseny előtt megteszem. A hibákat megpróbálom korrigálni. És hát 100%-osan próbálok autózni. Kezdettől fogva? Igen, én azt hiszem, hogy kezdettől fogva, mert annyira erős és annyira nehéz ez a magyar rally mezőny, az első öt, és annyira jók az autók, hogy szerintem végig kell küzdeni 100%-osan. Ezt a napot igazából mindenki csak bemelegítésnek szánta, hiszen nem ezen az 5 kilométeres keverékpályán dől el a győzelem. Az ifjú Tóth Gergely kettős az első sprinten hajszára egy időt autózott az idén A-csoportos Mazdával induló Érdi Varga párossal és a 90-es évek elejének egyeduralkodójával, a Ranga Büki duóval. Mindhárman 2 perc 58 másodperc alatt teljesítették a pályát, aztán a második körben Janikáig 5 másodpercet faragtak ebből az időből, így ha nem is hatalmas előnnyel, de az első helyről várták a másnapi 15 gyorsaságit. Mi sem természetesebb, mint az, hogy az azonos időeredmények még inkább felcsigázták a nézők érdeklődését, és kíváncsian várták, hogy Érdiék másodszorra rátesznek-e egy lapáttal. Rátettek, de vesztükre, mert az egyik kanyarban megbillent az autó, majd a jobb első kerék fennakadt a korláton. A szurkolók azonnal a Mazdás páros segítségére siettek, ám hiába cibálták az autót, közel egy percig tartott, még kiszabadították. Ez egyben azt jelentette, hogy az élbolyból visszaestek a 31. helyre. Csak úgy, mint ifjú Tótéknak, Rangáéknak is a MOL Salgó Rally hozhatta meg az év első sikerét, lévén, hogy az első futamot, az esztergomi versenyt egyikőjük sem fejezte be műszaki hiba miatt. A pécsi páros esélyeshez méltóan kezdett, sőt a folytatás is hasonló időt ígért.
Azzal azonban senki sem számolt, hogy Érdék pont előttük szabadulnak ki szorult helyzetükből, s így méterekkel a kord előtt repesztettek a Murvás részen, átláthatatlan porfüggönyt vonva rangáik elé. Ez jókora hátrányt jelentett, így a Ranga Büki páros 11 másodperccel lemaradva a harmadik helyen várta a folytatást. Így fordulhatott elő, hogy bár Ferjáncék első nekifutása 4 másodperccel rosszabbat autóztak az elsőknél, csak negyedikként fordultak, ám a második kisterrenyei száguldás után 100 km/h volt az átlagsebesség, mégis a második helyre tornázták fel magukat. Minimális különbség mindössze 6 másodperc választotta el a Ferjánc-tót páros Csianikáéktól. Az ugyancsak A csoportban érdekelt Tóth Csökő kettős 2 másodperc különbséggel teljesítette a pályát, megszerezve ezzel az 5. helyet. Az idén új egyesületben versenyző, ám az Audi S2-eshez hűségesen ragaszkodó Giliék kényelmes pozícióban érkeztek Salgótarjánba, mivel a riválisokkal ellentétben ők befejezték az első futamot, méghozzá az abszolút 2. helyen. Orosz vendégei is voltak a Mol-Salgó rallynek, méghozzá egy Angliából származó Subaru Legacy-val. Potapovék indulása kérdéses volt, hiszen az autó hangosabb volt a megengedetnél, mondhatnánk azt is, hogy úgy dübörgött, mint egy elefántcsorda, ám csitítottak a motoron, így elrajtolhattak. A két gyorsaságit követően az orosz bajnokok a 4. helyen álltak. Azok, akik látták a tavalyi felvételeket, vagy jelen voltak a kisterrenyei katlanban, bizonyára feltűnt, hogy jóval kevesebben érkeztek a versenyre. A szervezők nem véletlenül időzítették ezt a prológnak is beillő szakaszt péntekre, vagyis munkanapra, így minden rendezőt, több száz közreműködőt ide irányítottak, megelőzendő a baleseteket, ami dicséretes dolog. Az más kérdés, hogy a másnapi túlbuzgóság oda vezetett, hogy az akkreditált újságírók tévések munkáját szinte lehetetlenné tették a rendezők, mivel elzártak bennünket a pályáktól, nem egy esetben kilométerekre megállítva autóinkat a rajttól vagy a céltól. No de térjünk vissza a versenyhez, még pontosabban az N csoporthoz. Sokan fogadni mertek volna arra, hogy Szelecki Tamás a balul sikerült esztergomi futam után, ott kiégett az újonnan épített Ford, lelkileg annyira megtört, hogy kihagyja a Salgót. Nos, nem így történt, Rak Györgyel az oldalán ott volt, és a csoportban a legjobb időt teljesítette. Hogy mégis a kis-kis kettős zárta az első helyen az első napot, az azért volt, mert korai rajt miatt, ezt a versenyzők vitatják, Szeleckiéket 1 perc büntetéssel sújtották. A két gyorsasági alapján egyforma időt autóztak Kisékkel Konta doktorék, akik a pécsi pároshoz hasonlóan ebben a szezonban Ford Escort Cosworth-tal ostromolják a dobogót. A Konta Táborszki kettős bemutatott egy akrobatikus mutatványt, de szerencséjükre úton maradt a sárga paripa. A világ legjobb N-csoportos autójának tartott Evo 3-as Mitsubishi Lancerrel debütáltak az oroszlán fivérek. Óvatosan kezdtek, persze senki sem várta el tőlük, hogy az első kilométereken mindjárt faképnél hagyják a mezőnyt. A Batóh-Kosztolányi páros Ferjánc egykori, 3 éve porosodó Ford Escort Cosworth-jával indult a Mol-Salgó rallyn. Hogy velük is számolni kell a csoportban, arra bizonyíték az elmúlt év sikeres hajrája és a mostani biztató kezdés. A Hubert Mészáros kettős a mezőnyben már fehér hollónak számító Ford Sierra Cosworth-ot igyekezett minél gyorsabb tempóra ösztökélni. Ők az N-csoport 5. helyén készülhettek a másnapi maratoni folytatásra. A szezonnyitón a szériautók között első helyen végzett Vizin-Gönci duó piros Fordja jól tartotta a lépést a vetélytársakkal. A bajai kettős 6.18-at autózott, csak úgy, mint Batóék, Huberték és ide sorolhatjuk Horneréket is, akik a legenda kategóriába tartozó, ám még mindig ütőképes Ás a Lancia Integráléval indultak. A Horner kerék kettős Vizinék mögött az abszolút 12. helyen állt. S hogy mit változott a magyar mezőny az utóbbi években, ime bizonyságul, hogy a 13. illetve a 14. helyet is egy-egy slágerautó, egy-egy Ford Escort Cosworth foglalta el. A Hideg Zsille kettőst mindössze egyetlen egy másodperc választotta el a Gerencsér-Garamvölgyi párostól. Milyen volt megizlelni a Mol-Salgó rally első néhány kilométerét? Én úgy érzem, hogy nagyon jól éreztük magunkat az autóba, bár az az igazság, hogy a körverseny nem a szívem csüske, mert a Murván szligumival megyünk, és igazából nem tudtam betalálni a visszafordítókba, de hát ennek ellenére jól sikerült. Meglepett, hogy az első körben hárman is hajszára pontosan ugyanannyit autóztatok? Először meglepett, aztán utána, ahogy végiggondoltam, hogy hogy mentünk, akkor rájöttem, hogy nagyon sok helyen túlságosan is óvatos voltam.
Meg hát a hajtókanyarokat azt abszolút nem tudtam elfordulni, úgyhogy szerintem reális volt az első körben az egy idő. Ha én jól visszaemlékszem, egy 3-4 évvel ezelőtt, amikor Kerepes tarcsán kicsúsztunk, és mire visszatettek a nézők, azt hiszem éppen Érdi Tiborék jöttek mögöttünk, úgyhogy de semmiféle egyenlítés története, hanem ugye hát, ha Bordást így elszakadt 6 évvel ezelőtt most ugyanabba a faluba, akkor lehet, hogy ez egy intuíció, és lehet, hogy vannak ilyen dolgok, de én azt hiszem, hogy ő nekik egy sokkal nagyobb problémát okoz, mint nekünk. Ez gondolom nem vette el a kedvedet abszolút, hiszen holnap 15 gyorsasági lesz, nagyon-nagyon hosszú lesz a holnapi nap, és valahol holnap fog eldőlni a meccs. Abszolút így van, és tulajdonképpen egyet szeretnék borzasztóan versenyezni egy jó autóval, legkevesebb műszaki problémával és jó légkörben. Pont akkor tértetek vissza az útra, amikor Rangáik odaértek. Hát úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 10-11 másodperc miattatok van. Most a Lacinak tényleg okoztam egy 10 másodperces hátrányt, én szívesen visszaadnám neki, ha tudnám. Holnap már csak becsületből hajtotok? Nem, én úgy gondolom, hogy nekünk a mérlegképességünket valamilyen szinten föl kéne állítani saját magunknak, és ez a verseny, mivel hogy a Salgótarján évek óta elég jól megy, Esztergomban nem sikerült célba érnünk, én úgy gondolom, hogy ha végigérünk, akkor még itt egy méltó jó eredménnyel haza tudunk menni. De hát aha. Teljesen meg vagyunk elégedve. Ha így folytatjuk a holnapi napon, akkor ez nekünk tökéletesen megfelel. A rally része az holnap következik. Ez úgy érzem, vagy úgy érezzük, hogy ez egy ilyen prológ jellegű dolog volt, közönség kedvéért, Isten igazából nem is volt ez egy rally pálya. Holnap jön a neheze. Ezek közül a pályák közül mindegyiket szeretjük, különösen az Agyvarón a szeredi szakaszt, és hát remélem, hogy legjobb időt ott fogunk holnap teljesíteni. Egy nagyon nagy hibát követtem el a második körben, azt kellett nagy nehézségek árán rendbe tenni, aztán a második körnek az utolsó felét sok hibával csináltam továbbra is meg, ennek ellenére az idő nem volt annyira rossz, 2 másodperccel mentünk rosszabbat, mint az első körben, meg vagyunk elégedve. Túl sokáig nem ültél otthon tétlenül, Zoli. Sikerült a Petroland jóvoltából egy kis pénzt szertenni a versenyzésre, így újra el tudtunk indulni itt a Salgóralin, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Szándékos volt az autóválasztás? Tehát, hogy maradjon a Ford? Hát igen, végül is a Fordhoz értünk már valamennyire, és egy új autóba, egy másik autóhoz hozzányúlni, az megint sok-sok idő, mire kitapasztalja az ember. Azt kell mondjam, hogy az első gyorsaságén egyik másik anya nem úgy jött össze, hogy elképzeltük, és ez rögtön 3-4 másodperc hátrányt okozott. Sajnálom, hogy ez a 10 km meghatározza a másnapi rajtán. Ugye jó szokás szerint megint alig tréningeztetek. Hát igen, idő kevés volt. Tehát akkor ma este még lesz mit bepótolni? Hát igen, most rögtön átöltözünk, bejünk a tréning autóba, és mi megyünk fel a Mátrába. A Monsalgó rally szervezői is megadták a módját. A másnapi indulás már a megszokott módon rajta dobogóról történt Salgótarján főterén. A kisterenyei 2 gyorsasági után az első helyről startolt a tavalyi bajnok, és mindjárt az első 3 speciál szakasz után 4 másodpercre olvadt az ifjútót Gergely páros előnye a Ranga Büki 2-ssel szemben. Kiszámíthatatlan a Toyota, mondta Janika, akitől bizony furcsa volt ezt hallani, de látszott rajta, hogy nem viccel. A Szelika tolta az orrát, nem úgy viselkedett, nem úgy fordult, ahogy azt a pilóta szerette volna, és mint az menet közben kiderült, ez az új futómű miatt volt. Aztán a hátralévő 12 gyorsaságit ifjú tóték nyerték, és végeredményben közel 2,5 perces előnnyel szerezték meg a győzelmet. No nem Rangáik előtt, hogy a MOL Rally Team párosának ismét ki kellett hörpintenie a keserű poharat, azért újfent a technikát okolhatták. Pedig a nap elején bebizonyították, persze ha egyáltalán ezt be kellett bizonyítani, hogy nem tettek le a győzelemről, egy jó autóval képesek megszorongatni Janikáikat, sőt gyorsabbak is tudnak lenni a bajnoknál. Csak hogy ez a verseny fél időben véget ért a Ranga Büki 2-ösnek. Szoros patakon lecsúszott a levegőszűrőt a turbóval összekötő cső, emiatt majd 10 perccel később értek ki a pályáról, majd a következő szakaszon ugyanez a cső záródott el, alaposan visszafogva az autót. Rangáiknak ezen a ponton ért véget a Monsalgó rally. A Ferjánc Tóth párost sem láthatták sokáig a nézők, tudnélik 8 mm-rel szélesebb gumikat raktak a Fordra, ezt jegyzőkönyvezték, majd Ferjáncék a második gyorsasági után kiálltak. Az Érdi Varga páros elkeserítő pozícióból rajtolt, hisz mint emlékeznek a kisterenyei malőr miatt egy perccel lemaradva követték az élbolyt.
hanem az időeredményekből hamarjában kitűnt, hogy a Mazdával megpróbálnak mindent, csak hogy ledolgozzák a hátrányt. Az abszolút harmadik legjobb időket autózták, majd rangáik kiválása után rendre ifjú tóték mögött zárták a gyorsaságikat. Négy szakasszal a befejezés előtt, aztán ővék volt az abszolút második hely, ami az előzmények után a lehető legjobb, amire vágyakozhattak. Ennyit tudtunk kihozni az autóból, nyilatkozta röviden a befejezéskor Tóth Gili, ami nem azt jelentette, hogy elégedetlenek lettek volna az Audival, sőt az S2-es megbízhatóságának köszönhetően a második versenyt is befejezték, így a legtöbb pontot gyűjtve két futam után a Tóth Csökő 2-ös vezeti a bajnokságot. A Morsalgó rally másnapján mindvégig egyenletes teljesítményt nyújtottak, s látva Érdiek fantasztikus tempóját belenyugodtak abba, hogy át kell adniuk a második helyet. Persze a harmadik sem lebecsülendő. Az oroszok egy kicsit meggyűrték a Subaru Legacy-t. Kazáron egyszer áróba csúsztak, majd borultak, ám folytatni tudták. Potapovék másfél perc hátránnyal Giliék mögött az abszolút negyedik helyen zárták a versenyt. A Dr. Konta Táborszki 2-ös egészen a 9. gyorsaságig harcban állt az N-csoportos első helyért. Sőt, a kazári megforgásig vezette. Aztán a következő pályán két kanyarral a Ceredi cél előtt megúszott a Ford, fennakadt egy útszéli farönkben, majd egy néző fölött átrepülve egy bukfenc után állt meg. Az N-csoportban nem lehetett biztosra menni. Tudta ezt jól a Bató-Kosztolányi páros is, akik annak ellenére, hogy Kontaik bukása után átvették a vezetést, egy pillanatra sem engedhettek ki. A visszatérés végül is a lehető legjobban sikerült, hiszen Batóék nyertek a csoportban. A kis-kis kettős egész nap a Cereden elszenvedett bal hátsó defekt miatti egyperces hátrányt igyekezett ledolgozni. Az új elektronikát kapott Ford Escort Cosworth-tal fokozatosan faragtak a hátrányból, s végül az N-es mezőnyben a második helyet szerezték meg. Az alaphangot az adta meg, hogy az első szoros pataki gyorsaságin leesett a turbócső, mondták az oroszlán testvére. Az első verseny után nem voltak eufórikus hangulatban, leginkább az erőt hiányolták a vadonatúj Mitsubishi Lancerből. Oroszlánék harmadikként zárták az N-csoportot. Kiséghez hasonlóan a Vizing-Gönci páros sem úszta meg defekt nélkül. Ők a második gyorsaságin utaztak bal hátsó kopogó kerékkel, és emiatt összeszedtek jó egy percnyi hátrányt. Ezt annyira sikerült ledolgozni, hogy a Morsalgó rallyn a csoport negyedik helyén végezte. Mire a Szelecki Rak páros látótávolságba került, mi több sansza volt az N-csoport második helyére, a szerencse elpártolt mellőlük. A magyarósormi gyorsaságén kiszakadt a bal első futómű, s bár a szerviz 12 perc alatt helyre pofozta az autót, a pályán elvesztegetett idő és a késés miatt végül is ötödikek lettek. A Hubert Mészáros 2-ös ezúttal is a salgó betegségben szenvedett, ami nem más, mint hogy a 9. gyorsaságin eltört a gömbfej, és így a Ford Sierra Cosworth-tal a csoport harmadik helyéről búcsúztak. A hideg Zsille duó Fordjában a második gyorsasági után ki kellett cserélni a váltót, eltűnt a harmadik fokozat, de mint kiderült, a tartalék is rossz volt. A Horner kerék 2-ös azért fejezte be idő előtt a futamot, mert túlhevült a Lancia motorja. Mint kiderült, az elektronika nem passzolt az új erőműhöz. A Gerencsér-Garamvölgyi páros eszkortjában szétesett a váltó útban Szorospatak felé. Pekjükre épp ezelőtt a verseny előtt cserélték ki a régit egy felújított váltóra. Egy év sikertelen próbálkozás után Kesslerék, ha leszakadt bölcsővel is, de befejezték a Morsalgó rallyt, méghozzá az abszolút 10. helyen Konta doktor korábbi Audi S2-esével. Az F2-es kategóriában a Takácsi Simon 2-ösé lett a győzelem egy Opel Astra GS-ivel. 1992-ben nyertél itt Jani utoljára és első alkalommal. A két győzelem között mi a különbség? Hát az is egy új autóval történt, mert akkor az a Toyota az új voltam a magyar mezőnyben, ez is egy új autó, ennyi. Illetve még annyi, hogy ez egy kicsit nehéz győzelem volt. A 92-es én azt hiszem, hogy könnyebb volt. Nem szenvedtél még soha ennyit autóval, mint ma? Hát azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat birkoztam szinte a kormány. Egyszerűen nem akart az autó befordulni. És hát igazából most mondták el az olaszok, hogy ezt az autót nem könnyű elvezetni, és minden pilótának más rugó, más lengéscsillapító összetétel választ magának. Csak az a baj, minden mindig utoljára mondanak, amikor már megtörtént. Feri, te abból, hogy az autó nem úgy viselkedik, ahogy kellene, mit éreztél?
Hát csak annyit, hogy a Janikában sokkal nagyobb volt a feszültség, és láttam, hogy az eddigi tapasztalatok alapján könnyedén abszolválta a gyorsaságikat, most egyszerűen erőlködött. Szóval az annyira érezhető volt, és hát én nem igen nézek föl, de azt éreztem, hogy nem úgy fordulunk, ahogy szoktunk. Azt hiszem, senki sem gondolta volna, hogy a padlóról sikerül felállnotok. Hát nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szenzációs, nehéz nap után egy ilyen eredményt el tudtunk érni. Én úgy gondolom, hogy az egész csapat küzdött velünk együtt, navigátoromtól kezdve, jó magam, azért, hogy ezt a sikert elkönyvelhessük. Ezzel az autóval még versenyszerűen nem tudtunk menni. Most úgy gondolom, hogy ez egy olyasmi, mint egy tánciskola, hogy most már van egy kályhánk, és innen fogunk tudni indulni. Nagyon örülök neki. Széles mosoly az arcokon, ez annak szól, hogy vezetitek a bajnokságot? Részint annak, hogy vezetjük a bajnokságot, részint ennek a versenynek, illetve ennek a versenynek a sikerének. Itt abszolút harmadik helyet sikerült elérni, és úgy gondolom, hogy ezen a versenyen, ebben a mezőnyben ez borzasztóan nagy eredmény. Akkor, amikor Érdi Tibor mögétek ért, akkor megbeszéltétek, hogy inkább engedjük el, ne kockáztassunk? Hát tulajdonképpen erről volt szó, de azért azt is megbeszéltük, hogy nem adjuk olyan könnyen, tehát azért megdolgoztatjuk egy kicsit, bár reálisan fölmértük az esélyeinket, úgyhogy végül is apró másodperceket, de mindig sikerült adnia, sok kicsiből lett a többi.